Újabb mérföldkőhöz érkezett az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése. A 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet 2013 tavaszán vette át az 50 éves épületben működő rendelőintézet üzemeltetését, amióta számos felújítás és eszközbeszerzés történt. Az ezekhez szükséges anyagi forrásokat a 60-i Albert Schweitzer Kórház, valamint a rendelőintézetet támogató Legyen az Ön Szívügye is alapítvány közösen biztosítottak. Most már több éve mi üzemeltetjük az Aszódi, mi működtetjük az Aszódi Szakrendelőintézetet. Több szakrendelésen teljes körű felújítást végeztünk, így többek között a sebészeti szakrendelésen, a reumatológiai szakrendelésen, a belgyógyászati szakrendelésen, illetve a laborban is teljes körű felújítás történt. Ugye a tüdőgondozóban adtuk át tavaly ezt a nagyon nagy fejlesztést, ami 100 milliós nagyságrendű volt, hiszen ki teljes mértékben kicseréltük az ott található röntgenberendezést, így digitalizáltuk a technikát. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási fejlesztés volt, ugye itt természetesen történt némi építészeti beruházás is, de ugyanígy elmondhatom, hogy a szemészetre, az ultrahangba, a terhes gondozóba, az építészeti beruházás mellett számos eszközbeszerzést is véghez vittünk a rendelőintézetben, azért, hogy a térség lakosai az egészségügyi ellátást minél magasabb színvonalon vehessék igénybe. Megújítottuk a fizikoterápia helységet, megújítottuk a masszázs helységeket, tehát ahol a gyógytorna, a különböző fizikoterápiás szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind a betegellátás színvonalát növelik. Most legutóbb például az információs helységet alakítottuk át, a régi információs helységet, pultot elbontottuk, ezzel találkozhatnak most a betegek, hogyha belépnek a szakrendelőbe, és egy új betegfelvételi helységet alakítottunk ki, azért, hogy gördülékenyebbé és kulturáltabbá tegyük a beérkezéskor a betegfelvételt a lakosok számára. Én azt gondolom, hogy ez is az ellátást fogja gyorsítani, és segíti, hogy mielőbb eljuthassanak a megfelelő szakrendelésre a betegeink. Azt gondolom, hogy a nagyon nagy fejlesztésünk, amely előttünk áll, és ezt az Aszódiak, illetve a térség, az Aszódi térség lakosai is nagyon várják. Ez a szakrendelő energetikai felújítása, köznyelven szólva a hőszigetelése, az a nyilászáró cseréje, hiszen mindenki ismeri a szakrendelőt, nagyon ráfér a felújítás kívülről is az intézményre, az épületre. Ez egy kehopos pályázatból fog megvalósulni. Itt a szakmai előkészítés már megtörtént, a tervek, az energetikai tanúsítványok elkészültek. Jelen pillanatban a műszaki tartalom meghatározása zajlik. Ugye a magyar közlönyben már megjelent ez a pályázat, ez a forrás rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy hosszú évek óta ekkora fejlesztés az Aszódi Szakrendelő életében nem volt.